biztatok arra, hogy próbálja meg kitalálni, hogy mi az a következő lépés, amit meg szeretne tenni a zöldítés útján, és kis lépésekben tegyétek meg ezeket, mert sokkal könnyebb ezeket a nagy döntéseket kis lépésekben megtenni. Azt viszont el kell mondanom, hogy én sem vagyok 100%-osan tökéletes, szóval nekem is van olyan, amikor nem sikerül például olyan ruhadarabot vennem, ami minden szempontból fenntartható és fantasztikus. Hogy mivel küzdöttünk meg a legjobban? Sok mindennel. Elsősorban a család ellenállásával. Nem volt könnyű ezt az újfajta szemléletet átadni a körülöttünk élőknek. Sokszor vezetett konfliktushoz, nézeteltéréshez, és sokszor vetette vissza a fejlődési folyamatot. De azt kell, hogy mondjam, hogy az apró sikerek és azok az apró lépések, amik bebizonyították mindenki számára, hogy a tudatosság, a természettel való együttélés, a környezettudatos élet mennyire pozitív és mennyire előremutató, az meggyőzte a körülöttünk lévő családtagokat is arról, hogy érdemes haladnunk ezen az úton. A mi életünkben is az elmúlt 10 évben előfordult, hogy újra visszakerült valami a fiókba, aminek nem kellett volna, vagy olyat vásároltunk, amit nem kellett volna, de ilyen élethelyzetek adódnak, ezt el kell fogadni. Nem fogunk tudni mindig ugyanolyan jól teljesíteni, vagy ugyanannyira sikereseknek lenni, akár a környezettudatosság terén, akár az élet más területén. Arra kell törekedni, hogy önmagunkhoz képest próbáljunk meg mindig egy-egy lépéssel tovább menni, fejlődni, és kihozni magunkból a legjobbat. 2018-ban, amikor az IPCC jelentés elárasztotta a médiát olyan szalagcímekkel, amelyek meglehetősen rémisztőek voltak. Ezektől a hírektől én is elég mélyre kerültem, és talán ki lehet mondani, hogy klímaszorongásom volt. Ezen az segített, hogy egyre többet beszélgettem olyan emberekkel, akik ezzel a területtel foglalkoznak, és tudtunk egymásnak olyan gondolatokat mondani, amelyek tovább lendítettek minket, engem biztosan ezen a nehéz időszakon. Nálam a zöld fordulatot a nagylányom születése hozta, akkor volt az a pillanat, amikor először máshogy kezdtem el nézni az engem körülvevő világra, az engem körülvevő mechanizmusokra. És azóta két kislányunk van, és igazából minden egyes pillanat, amikor látom őket, minden egyes pillanat, amikor ők csillogó szemmel mesélnek a jövőjükről, a terveikről, az engem elképesztően erősen motivál a munkámban, mert hogy azt szeretném, hogyha egy élhető világot, egy élhető világban élhetnének ők is, és lehetnének felnőttek, és élhetnének egy teljes életet.